5600 szabadtéri tűz volt eddig országosan, egy tragikus véget ért. Olvasható a katasztrófavédelem weboldalán. Többi között erről fogunk most beszélgetni a következő percekben. Köszöntöm nézőinket, és üdvözlöm itt a stúdióban a Vác katasztrófavédelmi kirendeltség vezetőjét, Molnár Mihály tűzoltó alezredest. Jó napot kívánok! Köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívásunkat erre a stúdió beszélgetésre. Önt először látjuk vendéggel itt a TV Szentendrénél. Arra kérem, hogy egy kicsit mutassa be a Vác katasztrófavédelmi kirendeltséget. Mely területek tartoznak az önök szervezete alá? A Váci katasztrófavédelmi kirendeltséghez 52 település tartozik illetékességileg. Ugye a Dunakanyarban helyezkedünk el, itt a Szentendrei oldalon a Szentendre hivatásos tűzoltóság látja el, mint hivatásos állomány a tűzoltási feladatokat, nekik 14 településen kell biztosítaniuk a tűzvédelmet. A Duna balpartján ott további három járásban kell ellátnunk ezt a tevékenységet. Hogy érzékeltessem egy kicsit a terület nagyságát, 1230 négyzetkilométer, tehát elég nagy. Mintegy 45 ezer hektár erdőterület tartozik hozzánk, és hogyha másképp akarom megközelíteni, akkor Budakalász, Pilis-Szentkereszt, Visegrád, az Ipoly torkolat, Bernece Baráti, Galgagyörk, Fót, tehát ezek azok a települések, amelyek mondjuk úgy, hogy határolják a mi illetékességi területünket. Azért szeretném majd súlyozni, hogy illetékességi terület, mert itt hatóságilag járunk el. A tűzoltóság a tűzoltást 40 településen végzi, az egy kicsivel kisebb, illetve meg kell említenem azt is, hogy területünkön találhatók önkormányzati tűzoltóságok és tűzoltó egyesületek, akik szintén a mi munkánkat segítik. Ha már ön említette ugye a munkákat, akkor milyen más feladatokat lát még el a katasztrófavédelmi szervezetük? Hát a tűzoltás és a műszaki mentésen kívül hatósági tevékenységet már említettem, illetve iparbiztonsági és polgári védelmi feladatokat látunk el. Hogy példát is mondjak mindegyikre, ugye a hatóság, mint engedélyező és ellenőrző tevékenységet végez, illetve szankcionál. Iparbiztonság talán úgy tudnám könnyen és érthetően szemléltetni, hogy a veszélyes anyagokkal kapcsolatos beavatkozások, szállítások, előállítás, forgalmazás ezekkel a dolgokkal foglalkozik. Hát a polgári védelem pedig a helyi védelmi bizottságok munkáját segíti, és hát ugye most aktuális a menekültek kérdése például, tehát abban is részt veszünk. És hát ugye valóban, ugye is említettem, nagyon sokrétű feladatot látnak el, de akkor most egy kicsit így a tűzgyújtási tilalomról, ugye a mai témánkról beszélgessünk. Március 10-e óta az egész országban tűzgyújtási tilalom van érvényben. Ugye ez az 5600 szabadtéri tűzeset, ez nagyon nagy szám. Igen. Mikortól kell elrendelni ezt a tilalmat, és hogy melyek azok a tényezők, amelyek befolyásolják, hogy valóban most már tűzgyújtási tilalom van érvényben? Hát a tűzgyújtási tilalmat az erdőgazdálkodásért felelős miniszter rendeli el. Az időjárási viszonyokat figyelembe véve. Tehát a tűzgyújtási tilalom az korlátozódhat bizonyos területre, megyére, tehát nem kell egyből az ország teljes területén megtiltani a tűzgyújtást. Ugye most arról beszélünk, hogy télen, illetve az egész tavasz egy nagyon csapadékhiányos időszak volt, ilyenkor az aljnövényzet rendkívüli módon kiszárad, nagyon, nagyon gyúlékony, és hát ami aktuálissá teszi a mai beszélgetést, ugye például az, hogy itt a tavasz, jönnek a kerti munkák, a jó időben egyre többen látogatnak ki ugye a természetbe, és hát ilyenkor fokozottan kell figyelnünk arra, hogy mit és hogy tüzelünk, illetve hogy tevékenykedünk. A kerti hulladék, a zöld növényzet égetése amúgy is tilos. Tehát általában a levegő védelméről szóló kormányrendelet alapból tiltja
ezek égetését, de vannak kivételek, tehát vannak olyan önkormányzatok, akik helyi rendeletben szabályozzák ezeket az égetéseket. Egyébként a tendencia az, hogy mindenhol megszűnjön. Ha ilyen van, akkor is csak abban az időben, azon a helyen és olyan módon szabad ezeket a növényi hulladékokat megsemmisíteni tüzeléssel, amikor és ahogy azt az önkormányzati rendelet előírja. Külterületen mindenhol tilos most a tűzgyújtás, még a kijelölt tűzrakó helyeken is. Ebbe beletartoznak az erdők és fásítások. Ezt azért említem, mert az utak mellett, illetve a vasút mellett található facsoportokban is tilos, illetve a külterületi zárt ingatlanokban is tilos. Ahol melyek azok az esetek, amikor lehet mondjuk tehát égetni, ilyen is előfordul, ez inkább ilyen növényegészségügyi esetekben fordul elő, amikor szükséges, hogy csak tüzeléssel, csak elégetéssel lehet megsemmisíteni a növényi hulladékot, azonban ez is engedélyhez kötött. Tehát ez sem lehet úgy, hogy valaki azt mondja, hogy ő ezt megsemmisíti, erre hivatkozva ezt nem lehet. Azok, akik bográcsolni szeretnének, kicsit sütögetni, ők megtehetik a saját tulajdonokban lévő belterületi ingatlanokon, de ilyenkor is figyelni kell arra, hogy a tűzrakó helyek biztonságosak legyenek. Tehát olyanokra gondolok, hogy a tűzrakó helyek közelében ne legyen éghető anyag, minden esetben készítsenek oda a tűzeloltására alkalmas anyagot, ami lehet víz, tűzoltókészülék vagy homok, és hát legyen olyan szerszám, amivel ezt kijuttatják, vagy a tüzet esetleg befolyásolni tudják, tehát a tűzterjedésének az irányát. Nagyon fontos az, hogy soha, de tényleg soha ne hagyják a tüzet őrizetlenül. Többször előfordult egyébként, még nem szeles időben is, hogy ezek az égő, kipattanó szikrák, zsarátnokok, ezek tüzet okoztak. Tehát nem szabad a tüzet őrizetlenül hagyni. Amikor befejezték azt a tevékenységet, amit végeztek, akkor minden esetben el kell oltani a tüzet, és itt nem csak a lángolásra gondolok, hanem a parázslást, izzást, mindent meg kell szüntetni. És hogyha mégis valami baj van, akkor pedig egyből kell, tehát nem szabad hezitálni, akkor egyből hívják a 112-es segélyhívó számot, kérjék a tűzoltók segítségét. Most ugye én nagyjából össze is foglalta, hogy mit tehetünk annak érdekében, igen, hogy megelőzzük ezeket a tűzeseteket. De most egy kicsit a kiváltó okról is beszélgessünk, hogy ugye tényleg ez az 5600, amit már említettem, ez tényleg nagyon nagy szám. De mi okozza ezeknek a szabadtéri tűzeknek a leggyakoribb előfordulását? Tehát mi a kiváltó oka ezeknek? Hát sajnos az emberi könnyelműség, hogy így fogalmazzak, mindenki bízik abban, vagy a legtöbben bíznak abban, hogy jó, hát én csak egy kis tüzet gyújtok, és nem lesz semmi baj. Nem megyek bele ilyenekbe, hogy egy feltámadó szél, ami pillanatok alatt egyébként föltámad, és higgyék el, hogy nagyon-nagyon gyorsan terjed a tűz a száraz avaron. Ez az egyik. De ide vezethetem vissza azt is például, hogy a vonatból kidobott, vagy autóból kidobott égő cigaretta vagy csik, ugye meggyújtja, nem gondolunk rá. Egészen elképesztő dolgok is történhetnek, tehát például egy korábbiakban, jóval korábban eldobott üveg miatt is begyulladhat mondjuk egy kirándulóhely például. Ha már egy példákat ön is említette, akár volt itt a térségben, itt, amit ön is említette, itt a Váci terület, amit lefed, olyan kirívó eset, amit így megemlítené, ami tényleg így az emberi mulasztásból fakadt? Hát konkrét esetet azért nem mondok, mert a legtöbbször ezeknek a tüzeknek az okozója nem vár meg minket a helyszínen. Ez az egyik. A másik pedig az, hogy most külterületről beszélek, a másik pedig az, hogy abba gondoljanak bele, hogy ugye említettem, hogy mekkora erdős területünk van, kirándulóhely, Pilis és a Börzsönyről beszélünk. Hosszú idő telik el egyébként, amíg a helyszínre ki tudunk érni, és
hihetetlen területek, több tíz hektárok tudnak leégni. Tehát azért mondtam, hogy ha mindenki kellő gondossággal, odafigyeléssel teszi a dolgát, akkor ezek a tüzek nagy része, tehát bőven 80%-a szerintem megelőzhető. És hát ugye is említette, hogy valóban ezek hatalmas területek, igen. De akár itt, ahogy pont ugye a katasztrófavédelem oldalán is olvasható volt, hogy egy ember viszont meg is halt egy ilyen tűzesetben, és ahogy olvastam, ő például gazégetés miatt. Igen. Tehát ez nem csak a természetet, de az emberi életet is veszélyeztetheti. Igen. Tehát mindenképpen igen. Fontos betartani a szabályokat. Ha esetleg még szeretné így ehhez hozzáfűzni, mert ugye említette, hogy porraloltó készülék, vagy homok, víz legyen a tűzgyújtás közelében, még van-e bármilyen fontos információ, amivel odafigyelhetünk arra, hogy megelőzzük a tűzeseteket? Hát ugye a szokásos szlogán, hogy minden nagy tűz kis tűzzel kezdődik, én itt megragadnám azt, hogy a tüzek gyújtásánál nem mindegy, hogy azt hogy gyújtjuk meg. Ugye általában grillezésnél használunk grillgyújtó folyadékot, van akinek jó a benzin, vagy bármilyen gyúlékony anyag, nagyon-nagyon gondoljuk meg, ilyenek használatát kerüljük el, és ha úgy érezzük, vagy úgy gondolják az emberek, hogy mindenféleképpen szükséges, hogy ilyet használjanak, akkor pedig a mennyiségre figyeljenek. Tehát ezek belobbannak, és hogyha akkor az embernek lángra kap a ruhája, akkor bizony tragédiák is előfordulhatnak. Ahogy ugye ön is említette, hogyha tüzet észlelünk, akkor a 112-es telefonszámot kell hívni, de mi a teendő akkor, hogyha valóban egy tiltott területen, akár ezt hogyan kell bejelenteni, hogy itt és itt történt egy tűzeset, ez és ez lángolt, tehát mi a pontos eljárása annak, hogyha felhívjuk ezt a számot, mit kell mondanunk, milyen részleteket kell elmondani a telefon végén lévő kollégának? Hát lehetőleg minél pontosabb információkkal kell szolgálnunk. Ugye a személyes adatunkban nevet, a bejelentő nevét meg kell adnunk. Azt, hogy pontosan hol van a tűz, az nekünk nagyon nagy segítség. Nyilván egy kiránduló helyen, hogy mondjam, nem tudunk helyrajzi számot vagy házszámot megadni, de lehetőleg pontosan írjuk le azt a helyet, hogy honnan közelíthető meg. Minden információ egyébként nagy segítség a számunkra, hiszen vannak olyan helyek, amiket csak gyalogosan tudunk megközelíteni, és hát van, ahová autóval is azért el tudunk menni. A cél az, hogy minél közelebb jussunk autóval a tűzhöz, hiszen azért ezeken a helyeken általában nem már rendelkezésre víz, úgyhogy azt is a helyszínre kell juttatnunk. És úgy még egy kicsit így összefoglalva, hogy hol lehet tájékozódni napra készen a tűzgyújtási tilalomról? Hát a Nébik honlapján is lehet, de ha valaki a katasztrófavédelem.hu weboldalra föllátogat, akkor ott pontos információt kap erről is, és nagyon sok minden másról. Van-e még bármi, amit így szeretne összefoglalni a lakosságnak, így a tűzgyűjtési tilalommal kapcsolatban? Hát mindenki nagyon vigyázzon az értékeire, legyen körültekintő, és gondoljon a szomszédjára is. Én nagyon szépen köszönöm a Váci katasztrófavédelmi kirendeltség vezetőjének, Molnár Mihály tűzoltó alezredesnek ezt a beszélgetést és a hasznos tanácsokat is. És köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívásunkat. Nagyon szívesen köszönöm a meghívást. Önöknek pedig köszönöm szépen a figyelmet. Viszontlátásra!